A haláscsárdához érkezik az igényvezérelt busz, a Kömlődi utcában élők igyekeznek a járműhöz. Az utazást Pálmai Klára, a körzet képviselője szervezte, a városvezető a helyhatósági választások kampány időszakában mérte fel az igényeket, most a megvalósítás következett. Ez nem taxi, mondtam nekik, hogy itt nem taxiról van szó, hogy minden háznál megáll, és akkor ahova mondják, hanem ilyen gyűjtő csomópontoknál lehet őket fölvenni, és akkor megadott helyszínre mennek, illetve sofőrrel meg lehet beszélni, hogy ha esik az eső, akkor ne a piacra vigye őket, hanem vigye el mondjuk egy másik bevásárló központhoz. Ő biciklivel jár, de amikor már nagy hó van, meg nem biciklis, akkor ő is, őnek is nincs autója. Elég régi, mert nagyon sokszor megjártam ezt az utat gyalog, mivel nincs autóm. És hát nagyon jó kezdeményezés lenne, hogyha esetleg tényleg a többiek is megtudnák, mert tőlünk majd meg fogják tudni, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy elvisznek bennünket autóbusszal. Szeptemberben az első István szakképző iskola tanulói utazhattak elsőként igényvezérelt busszal, ami a Proteus projekt részeként állt forgalomba Pakson. Az eltelt időszakban egyre több városlakó használja ki a gépjármű nyújtotta lehetőségeket. Jelen pillanatban 2 darab 9 személyes kisbusz kerül forgalomba állításra, amiben vagy 4 kerekesszékes és 4 babakocsis kismama tud beszállni, vagy 9 egészséges személy tud fuvart kérni a várostól. A buszoknak a közlekedtetése úgy történik meg, hogy az igényeket a Proteus ZRT központi telefonszámán kell bejelenteni, ez fönt van a honlapjukon. A Kömlődi utca lakóit ezúttal a Városháza mellett található nagy áruházhoz szállította az igényvezérelt busz, majd később a piacról vitte utasait a haláscsárdához. A tervek szerint ezt az utazási formát január 1-ig ingyen használhatják az érdeklődők, ezt követően ugyanolyan e-jegy rendszerrel lehet igénybe venni, mint a volán többi tömegközlekedési járatát.